Nagy Márk vagyok a Szegána Kft-től, és szeretném bemutatni a Metalfak N272/2-es Taurus nevezetű szerves trágyaszórót. A Metalfak egy lengyel gyártmány, egy lengyel cég, és többek között szerves trágyaszórókat, pótkocsikat is gyárt. Ez a konkrét kocsit az oldalán is lehet látni, egy 14 tonnás teherbírással rendelkezik. Maga a gépnek a saját tömege az 4850 kg, tehát közel 19 tonna a megengedett össztömeg, amivel dolgozik. No, itt nézzük a vonórudat. Maga a talpalás vonórudat elejét a gépnek, tehát a maga a talpalás az hidraulikusan történik. Itt látjuk azt, hogy mindennek a működtetéseit szépen fel is van címkézve, tehát négy szeleppár szükséges. Itt vannak, nézzük is csak, hogy mik, például a hátul az ajtónak a nyitása, itt van a giotin, és akkor maga a talpalás, és akkor itt van pedig a letolónak, tehát a kaparóláncnak a forgatása. Tehát ez a négy szeleppárnak. Hát nyilván, hogyha éppen egy-egy traktoron kevesebb van, akkor a letalpalást azt nem kötelező mindig bedugni, tehát akár hárommal is könnyedén üzemeltethető. Itt az elejénél maradva nézzük, hogy itt van a légfék is, tehát itt éppen ez kettő vezetékes, de lehet egy vezetékes légfékkel is kérni a gépet. Itt ez a gép, ez 540-es kardán fordulattal kell meghajtani. Tehát itt van a hajtása, itt az elektromos csatlakozása is itt van, hogy minden szép finoman működjön a hidraulika rendszerhez egy folytó, tehát ebben tudom a sebességét állítani a kaparóláncnak. Nézzük, meg itt van a kézifék, tehát itt lehet meghúzni, illetve itt vannak a kerékékek. Maga a kocsi, nézzünk ide alá a futóműre, tehát ez gumibakos, illetve laprugós rendszerű. A futómű felfüggesztése, illetve nézzük a kerék méretet, az pedig 550 per 60, 22 és feles, tehát ez egy tandem rendszerű gép. Tehát itt vannak a munkahengerek, szépen hátul az ajtó az nyitható, illetve itt van a gépnek is egy szép hosszú munkahenger. Ez a konkrét gép, ez négy, hát hogy tudunk benézni, itt próbálunk bekukkantani, de ez négy tépőhengerrel rendelkezik, próbálunk innen alulról, így van, tehát itt egy, kettő, három, négy tépőhenger van. Ez nagyjából egy olyan 8 méter munkaszélességet lehet elérni a géppel. Egyébként a belső szélessége az 2 méter, 13,8 köbméteres, külön plusz magasítás nélkül, illetve, bemegyünk itt azért, fölnézünk közbe, 1450 mm az oldalfalnak a magassága, és 3,2 méter rakodó magassága, tehát a teljes magassága a technikának. Tehát ide előre van ehhez a géphez egy rács, ami itt van, illetve a többi rács az másik gépre, tehát itt látszódik a kaparólánc. Itt pedig a előlévő szép kis Taurus jelnek a
belülről, hogy hogy alakították ki. No, remélem tetszett a videó, nézzék meg a többi videóinkat is, illetve nézzék meg gépeinket élőben a Szegán a Kft-nél, illetve további információkat a szegán.hu találhatnak a gépről.